néhány mondatban arról, hogy tulajdonképpen a World of Tanks jövőjének vége című videó miről szólt, illetve reagálok élőben a twitch a kommentekre. Ez arról szól, hogy egyrésztről vannak olyan elemek, amiket szerintem rosszul mondtam, vagy nem feltétlenül helyesen, illetve arról, hogy magát a videó alapkoncepcióját mindenki megértse. Szóval maga a videó nem arról szól, hogy a World of Tanks meghal, hanem hogy vége a jövőjének. Ezt úgy tudnám lefordítani a mai nyelvre, hogy például, ha mondjuk az emberek azt mondják, ugye, hogy vigyázzunk a Földre, stb., nem az a problémájuk, hogy a Föld az megsemmisül, hanem az, hogy az élet rajta megszűnik. Tehát amikor a volt jövőjének végéről beszélünk, nem az a probléma, hogy volt leáll, ez tényleg addig működik, ameddig a Wargaming akar, hogy működjön, Cserébe a kérdés az, hogy marad-e egy olyan aktív játékos közössége, mint amilyen most is van. Ami pedig korrekció lenne, az annyi, hogy volt egy rész ebben a videóban, amikor mutogattam, hogy tulajdonképpen, ugye, mit jelent az, hogy egy év alatt 4,2 millió XP-t tud a legénység összegyűjteni, igazából passzívan, szóval akár úgy, hogy te nem vagy bent a játékon belül. Tehát mondjuk OS szól. Na most annyira tévedésem, hogy ugye a játékon belül én a szabad XP-ből húztam a legénységet, és egy szabad XP az ölt a legénység XP-vel egyenlő, ami azt jelenti, hogy a helyes számítás alapján, tehát amennyit valóban fog ez nekünk segíteni, az négy fullos legénység skill, illetve egy ötödik legénységi skill, ennek kb. a fele az, ami meg lehet. Reagálnék néhány kommentre, az a lényeg, így járóban elmondva, hogy én nem vagyok egy megmondó ember. Tehát minden, amit csak elmondok, az az én meglátásom, az az én véleményem, ilyen tíz évi a tapasztalattal. Nyilván lehet, hogy tévedek. Ennek az egésznek nem az a lényege, hogy én bebizonyítsam, hogy mennyire értek az egészhez, és én mennyire jól mondom, és mindenki más téved, hanem annyi a lényege, hogy most még ezen a ponton van lehetőség arra, hogy változtassunk, és ha Twitch-en beírjátok azt, hogy felkiáltó el kérdőív, akkor a parancs kiadja ugye a külne a kérdőívét. Ez egy olyan megoldás, ami nem a Wargaming féle ilyen rávezető kérdőív, amit úgy első körben veled megosztottam, hanem egy olyan kérdőív, ami hát tulajdonképpen a játékosok a valódi véleményét prezentálja. Tulajdonképpen úgy is lehetett tekinteni, mint egy petícióra. Foglalkoztunk a hozzászólásokkal. Tényleg csak néhány mondatban, nem akarom a videót húzni. a lényeg az nagyjából már el volt mondva ebben a 3-4 percben, csak rengeteg olyan komment hogy akkor abba adjuk a játékot, már innentől nekünk nem számít ez a játék. Nem kell ilyen negatívan hozzáállni, hanem inkább olyan szempontból állnék hozzá ez a kérdéshez, ha lehetek őszinte, hogy most még a valóban van lehetőség változtatni. Nem kell abba adni a járőr azonnal, ez még kb. 3-4 hét. Ha lehet a Wargaming, ha látja, hogy az embereknek mi az, amit tetszik ebben a frissítésben, és mi az, ami nem tetszik, ezt szerint talán még tudnak változtatni. Mint elmondtam, van még három vagy négy hét ebből. Illetve rengeteg olyan komment érkezik, ami arra utal, hogy tulajdonképpen ez egy sírás, vagy pedig hangulatkeltés. Én megpróbáltam a lehető legobjektívebben megfogalmazni az egészet, nyilván annak volt egy olyan része, mint a vége fele, amikor beszélek a Volt Ultra-ról, ez tényleg trollkodás, ez tényleg arról szólt, hogy nem akartam az egészet túl komolyan venni, kicsit próbáltam elviccelni, Ugye a végére kicsit oldani a feszültséget. De hát igen, ez egy eléggé komoly téma. Illetve vannak az ilyen jellegű kommentek, hogy nem költesz rá. Ez egy elvi szinten nagyon jó megoldás lenne. És egyébként én is azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás, ez az a megoldás, ami a Wargaminget rávezetné arra, hogy a játékosok már nem játszanak a játékkal, illetve mert nem költenek a játékra annyit, mint korábban, szóval ez jó megoldás, az a baj, hogy egyszerűen az emberek látják az előnyöket, például ennél a WordPlus-nál, és nyilván erre fognak költeni. Nézzük még, hogy még az a komment, amire van értelme így érdemben reagálni. Egyébként ez egy vágási technika. Én szeretek időnként úgy vágni videókat, talán megfigyeltétek, hogy a hang az már elindult, de közben még mégis valamilyen más jelent történik. Mert szeretem ezt a technikát. Ez ilyen lk vagy t ha valakit érdekel, ilyen vágási technika. Igen. <laughs> Egyébként azt láttam, hogy a World of Tanks Ultra az eléggé sok embert érdekel. Egyébként Pankával én eléggé sokat vitáztam arról, hogy a fegyverkovács képesség hogy működik. Ezt nem akarom annyira túltolni, csak látjátok, hogy a pankával ezt az egészet így lebeszéltem, hogy mi a különbség a között, hogy valami 20 ra csökken, vagy 20%-ra csökken, illetve hogy miért fontos az, hogy az emberek tudják, hogy van egy különbség. Na, az a lényeg, hogy vele ezt én nem igazán tudtam megértetni, szóval panka, ha nézed a videót, akkor erre nem reagálok, szinte a fordításból illetve a leírásból, a működési manikából ez egyértelműen következik. Csak szerettem volna egy megérst. Tehát nekem ezekkel az internetes vitákkal általában nem tudom az, hogy megmutassam, hogy mennyivel jobb vagyok, mint bárki más. Egyszerűen azért szoktam időnként válaszolgatni, sőt igazából jellemzően mindig, hogyha van valami olyan elem, ami nem egyértelmű, vagy rosszul tudod, vagy akár én rosszul tudom, azt um, kiavítsuk. Például itt van ugye a kiemelt a komment, a legénység XP s azt rosszul tudtam, szóval nyilván ezt ki is javítottam. Na nézzük, hogy vannak -e még kommentek, amikre érdemes válaszolni. Illetve az EBR téma kapcsán, amiről nem beszéltem, hogy van ez a, a turbó képesség. 5% motor teljesítmény, illetve 1 km per óra vésebesség. Na most ez az EB-re is felmegy, ami eléggé durva. A Perenc sem sejnek, vagy sem seinek, nem tudom. Szóval a Perencnek igaza van, ezt valóban figyelembe kell venni. Ez nagyon jó, egyébként nagyon jó meglátás, hogy a 2000 arany, amit ugye ez a War neked kitermel, az elég lehet arra, hogy olcsóban vehess prémium napokat, illetve betölpeszt is. Viszont amilyen szempontból ez kényelmes, olyan szempontból régi negatív, hiszen ezzel az egészszel a Wargaming tulajdonképpen egy ilyen hát ilyen bűn tudatot fog benned kreálni, amiatt, hogy játsz a játékkal, mert ha akarod heti 500 aranyat, a havi 2000 aranyat, akkor ezzel a játékkal muszáj játszanod. Közben, ha a van bármilyen felvetések, akkor nyugodtan írjátok. Ha nekem szálljátok, akkor mehet a kukat, szemisztel és akkor látni fogom. Na igen, egyébként az ilyen kommentek, mint a borúé, egyébként azok, amik miatt szerettem volna ezzel foglalkozni. Szóval, hogy mindent kivetítek egy évre, hogy fel tudjam nagyítani a számokat, és a bolhából tudjak elefántot csinálni. Um, azért gondoltam arra, na, nézzük a videót, hát ha megtaláljuk, valahol ezen a ponton csináltam a számításokat. Azért gondoltam arra, hogy szeretném kivetíteni egy évre, hiszen ez egy nagyon jó szemléltetés arra, hogy a Wargaming pontosan honnan hová jutott. Tehát a Wargaming onnan, hogy premium napok, Holiday Ops, Battle Pass, Waffenträger, már márciusi lootboxok, odaig eljutottak, hogy World of Tanks plusz előfizetés. Igazából ennek elsősorban nem az volt a lényege, lehet ez nem egyértelmű, mert ugye nem mondtam talán el mindent a videóban, de ennek nem az volt a szerepe, hogy minden felnagyít csak és úgy tűnjön, mintha erre a játékra rengeteket kell közben pedig nem, hanem egyszerűen az, hogy ezt a trendet, hogy a Wargaming egyre több olyan eseményt suvaszt be, Először csak prémium napokat kell vásárolni, aztán lootboxokat, aztán betölpeszt, aztán Waffent régen lootboxokat, aztán smaragdobozokat, most volt pluszt, hogy tulajdonképpen az egész évet lefedik olyan elemekkel, amikre nem kötelező költeni, tehát erősen szuggerálják, hogy ezért jó lenne, ha költenél. Ráadásul ezek az elemek olyan elemek, amik miatt a játékos hátrányba kerül. A free-to-play játékos azzal szemben, aki ugye fizet érte. Um, nézzük a sabók a kommentet. Um, ez a része érdekes a számomra, hogy egy streamásra láttam még, aki azt mondta, hogy ez milyen jó patch Én azt gondolom, hogy amikor reagáltam az előző videóban, egész pontosan ebben a, ebben a videóban arra, hogy mik érkeznek, akkor rengeteg mindenről elmondom a pozitívat. Ez a videó, ez a 25 perces videó, ami kiött így első belikre, erről az egész rendszerről, abban ki voltak emelve a pozitívumok. A legénység képességekkel kapcsolatban készült videóban szintén ki vannak emelve a pozitívumok, és az egyetlen negatívum, ami elhangzik, az szerintem az annyi, hogy a mantikornak, illetve az olyan tankoknak, amik kettő vagy három főslegénysre rendelkeznek, ugye ezek hátrányba kerülnek, mert minden szerepkörre jut hat képesség, és egyszerűen milliós tétel kell ahhoz, hogy tud húzni a legénységet kell. Ez minden, amit megfogalmaz, ami negatívum. Szóval próbáltam pozitív maradni, de egyszerűen ez a kettő aspektus, maga a Word illetve a legénység képességek bevezetésének módja az, ami nem stimmel. Na, ez egy nagyon jó felvetés. Nem tudom, hogy az I betűt, vagy az elbetűt betűt használó srácot vagy lányt hogy hívják, de fontos kiemelni, hogy a legénység XP, miről szó volt, ez egy passzív XP, ez a passzív XP gyűlik akkor, mikor offline vagy, mikor alszol, mikor elmész nyaralni, annyit kell megtenni, hogy ki kell jelölni egy tankot, amelyikre gyűjtöd a legénység XP-t. Vicces komment, az ének jöhetnek, az én nekem szeretem. Szintén vicces komment, vicces komment. Na, egyébként a vanzsóknak a hozzászólása szerintem eléggé sokat mondó. Ezt mindenképpen olvassátok el, szerintem neki Egyébként korábban is voltak jobb meglátásai, nem gondolnám a bajna a a teljes mértékben, szerintem egy kis szünet neki majd segíteni fog. Máté Balognak az a meglátása, hogy a voltnak nincsen a valódi konkurenciája egy baromi jó meglátás. Ezt nem mondtam korábban, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon jogos felvetés a részéről de a Wargaming azért tudja megtenni, amit megtesz, egyszerűen nincsen játék, ahová átmennénk. Át lehetne menni például játszani a War de például tudom, hogy az a játékmenet, amit egy War Thunder nyújt, az igazán nekem se jön be. Szóval Máté Balog részéről ez egy nagyon-nagyon jó felvetés. Egyébként a külföldi streamerek általában mindenki vannak akadva, és ez nagyon veszélyes. Nem tudom, hogy lesz-e majd erre külön komment. Úgy emlékszem, hogy volt erre külön komment, hogy a külföldi streamerek háborognak, meg, meg a streamerek háborognak. Előjáróban az a meglátásom, hogy az, hogy a volt közösség sír mindenért, az egy hatalmas hiba. Ez egy baromi nagy hiba, hogy ez a közösség sír mindenért. Miért? Azért, mert sírunk mindenért, és a Wargaming annyira hozzászűkök ahhoz, hogy ez az általános hozzáállása a közösségnek ez a játékhoz, hogy már akkor sem fogják komolyan venni a meglátásainkat, mikor tényleg annak szánjuk. Ez egy nagyon veszélyes terep. Ha sírunk mindenért, amit a Wargaming csinál, ez újdonság, ez azért nem tetszik, ezt megváltoztatják, azért nem tetszik, ha bárcsak a Wargaming nem tetszik, ez egy nagyon, nagyon visszás terep. Mert valóban egyszerűen el fogjuk jutni oda a WarGame-i Egyébként már ott van ebben a stádiumban, hogy a közösség annyit sírt, hogy konkrétan nem vesznek bennünket komolyan. De mondom még egyszer, van ez a kérdőív, ezt a um, skill készítette, töltsétek ki, 5 percet vesz igénybe arról, szó, hogy mi a véleményed erről a frissítésről. Meg kell írni a jót, amit tetszik, de az is, ami nem tetszik. Um... Szintén az a probléma, hogy nyilván segítene, hogyha valami nem tetszik, akkor erre nem költünk. Ez így van. Cset. Ez így van. A megoldása az lenne, de az emberek ezt a játékot szeretik. Tehát abból kell kiindulni, hogy az emberek ezt a játékot szeretik. És szeretnének benne haladni, szeretnének jobbak lenni, mint a másik. Meg fogják venni. A gond, Nyilván az, hogy megveszik első körben, de ennek a hosszú hatása az lesz, hogy hatalmas lesz a szakadék egy fizetős, meg egy nem fizetős között, és az új játékosokat, és én pont arra gondoltam ezzel a frissítéssel kapcsolatban, hogy pont az a célja a Wargamingnek idén, hogy bevonza az új játékosokat, mivel az, hogy minden felrobban, hogy rengeteg új tank bejön a játékba, a gépágyus tankok, azt gondoltam, hogy ez a célja. És még amikor 2022. decemberében közzétették a terveiket, ugye a volt jövője, szó sem volt arról, hogy itt bejön a War Plus, ami tulajdonképpen egy, egy ilyen sokadik bőrlehúzásról a játékról, ez sokadik olyan elem, amit ki kell fizetned, és szó nem volt arról, hogy a legénységképesség úgy jönnek be ebbe a játékba, hogy nem adják meg a lehetőséget arra minden játékosnak, hogy újra képezzenek bármilyen legénységet ingyen. Ha más nem, akkor legalább olyan legénységi tagoknál, amik már legalább ilyen kettő vagy három legénységi szkillel rendelkeznek. Erre a Wargaming azt mondja, hogy adna 12 olyan parancsot, amire ezt megteheted, és az összes többit azt neked tulajdonképpen ki kell fizetned. Vagy aranyért, vagy pedig ezüstért, viszont utóbbi esetben nyilván buksz a százalékos értéken. Ferenc, Ferenccel nem lehet vitatkozni, Nyilván az ember szívesebben kifizetné a 8 eurót, ha azt látná, hogy a Wargaming ezzel a játékkal foglalkozik, a tankokat rendesen balanszolná, ha a közösségnek nem tetszik, ha olyan tankot nerfenek, mint például a prozsettó, és ezt elmondják, akkor a Wargaming gondolja újra. Ha vannak olyan tankok, amelyek sírunk évek óta, chiptén, early, gondoljon bele a Wargaming, hogy talán nerfeni kéne őket, vagy pedig, hogy van egy olyan tank, mint az LBR, keretes járművek, vagy akár a BZ-156, ami Boni. Hát akkor basszus, tegyük rendbe, csináljuk meg. Nézzük, hmm. hogy uh, vannak-e még olyan kommentok, amik uh, jó voltak korábban. Na igen. A balázsnak egyébként ez a felvetése teljesen helytálló, hogy nyilván már korábban megbeszéltük, ha nagyon sokat sírunk, ha mindig csak a negatív részét emeljük ki a frissítéseknek, az is egy nagyon rossz hozzáállás, ez már a játékos szemszögéből van így, vagy akár a cc a streamer szemszögéből, de attól függetlenül, hogy időnként tényleg túl van tolva az, hogy egyszerűen túl sokszor sírunk a semmiért, Ettől függetlenül szerintem, amikor ténylegesen van probléma, erről beszélnünk kell. Ezzel kapcsolatban vagy tehetünk valamit, például azzal, hogy a kérőjével kitöltöttük, vagy pedig azzal, hogy skillnek a kérőjével kitöltjük. Ezzel vagy teszünk valamit, vagy nem, de meg kell próbálni. Ha meg nem jön be, akkor pedig, akkor pedig így jártunk. Uh, Megnézem, még van -e esetleg top komment, hogy még volt az a komment, ami kimondottan tetszett nektek, de nem akarom húzni. Én maximum egy ilyen 30 percre gondoltam ezzel kapcsolatban. Igen, a matchmaking problémája nyilván sok embert érdekelt, fel volt szavazva ez a komment. Jól van, szerintem válaszoltam nagyjából azokra a pontokra, amik igazán fontosak voltak. Többet én ezzel a témával nem foglalkozom. Ez a része az előadásnak fel fog kerülni a Youtube csatornára, a Skillnek a doksia be lesz linkelve. és én úgy érzem, ezen a ponton megtettem, hogy meg kell ezzel kapcsolatban, ilyentől kezdődően visszaállunk a normál videókra, tankokról fog szólni, térképekről, taktikákról, trükkökről, stb. Ha megnézted, akár itt a twitch akkor köszi, akár Youtube-on, akkor is köszi. És mivel ez egy Youtube videónak a felvétele élő adásban, ezért nagyon szépen köszöntem a figyelmet mindenkinek, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk. Sziasztok!